Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön a karakterek, amelyek erősek, de te nem tudtál róla című kis videósorozat. Már készült egy videó az Equinoxról, készült egy videó a Hydroidról. Ha meg szeretnéd őket csekkolni, akkor ugorj el a csatornámra, ha már ott vagy, akkor iratkozz is föl. A mostani videóban Voltról lesz szó, és hát igen, most jönnek a hangok, na de igen, de a Volt az egy kurva erős karakter, amit belerakod a 3-4 formát, és a Voltból olyan modolás lehet kihozni, hogy úristen, és a Volt az ilyen erős, és olyan erős, és ez így van. Minden karakter elősé válik a Warframe-ben, ha belerakod ezt a 3-4 formát, és csinálsz rá egy tényleg egy megfelelő buildet, akkor tényleg nincs gondod a Warframe-ben. Viszont a Volt nem ezért erős, mert hogy 3-4 karaktert, 3-4 formát lehet belerakni. A Volt azért erős, mert hihetetlenül jó és erős modolást lehet csinálni nulla formából. Miért mondom ezt? Amikor kezdő vagy, vagy kezdőként kezdted a Warframe-et, ott bújtad a YouTube-ot, Wikipedia-t, akármit, hogy melyik karaktert válaszd elsőnek. És mit ír a Wikipedia, és mit mond a YouTube? Azt, hogy válaszd az Excaliburt. Miért válaszd az Excaliburt? Az Excaliburral über könnyű játszani, még a Warframe is azt mondja, hogy a legideálisabb karakter kezdők számára, mert egy jó kombinációja képességek, mozgásnak, kardozásnak, lövésnek, stb. És mi van, hogyha én most azt mondom neked, hogy ez egy fasság, mert hogy ez nem igaz. Mi van, hogyha azt mondom neked, hogy a Volt sokkal jobb, mint az Excalibur abban, amit csinál. Miért? Azért, mert megszerzed az Excaliburt, és beleütközöl az első erősebb enemikbe, és az Excaliburod megfekszik. És mindaddig meg fog feküdni az Excaliburod, amíg olyan modokat nem raksz bele, hogy Rage, amíg olyan módokat nem raksz bele, hogy quick thinking, amíg nem lesz egy life strike-od a kardba, vagy meg nem szerzed a hirudót, mint kardot. És ezek nélkül, és a plusz az a 4-5 forma nélkül, ami az Excaliburokban van, ezek nélkül az Excalibur nem igazán tudja megállni a helyét über magas szinteken. Amint az Excaliburba belemennek ezek a modok, akkor elkezd nagyon erős lenni, és az egyik legerősebb Warframe lesz az összes közül. A meg szint úgy, kell neki a forma, illetve nem feltétlenül kell neki a forma a megnek, de ő is egy olyan karakter, amiben jó, ha benne van az egy-két forma. Na de viszont a Volt az egy olyan karakter, amiben nem kell forma, és képes elmenni nagyon magas szintekig, mindegy, hogy hol, Survivor-ön, Defense-en, Excavation-ön, Capture, tehát bármilyen küldetésen el tudod vinni a Voltot úgy, hogy egy tetves formát nem raksz bele, hanem megszerzed rá a megfelelő modokat, és kijön belőle a modolásod. És most ezt szeretném nektek megmutatni Voltnak, ezt az arcát, hogy még mielőtt döntenél arra, hogy melyik karaktert válasz, vagy még mielőtt döntenél arra, hogy lecseréled egy Novára, vagy még mielőtt döntenél arra, hogy nem tudom, egy Chroma az jobb, mint a Volt, akkor gondold végig, mert a Chromába beleraksz 5 formát, a Novába beleraksz 3 formát, az Excaliburodba beleraksz 5 formát, a Rhinodba beleraksz nem tudom hány formát, a Valkyrodba beleraksz 4-5 formát, és ez halál komoly, és a Volt, ez Volttal mindezt elkerülheted. És miért előny ez neked, hogy a Volttal mindezt elkerülheted? Azért, mert megspórolod a nyersanyagot, megspórolod a kreditet, megspórolod a formákat, amik későbbiekben nagy szükséged lesz rá, és ezzel a Volttal mindet meg tudod spórolni. És hogyha valamit a Warframe-ben ilyen szinten meg tudsz spórolni, akkor ugye elkezded építeni a gazdagságodat a Warframe belül, később rettenet könnyű lesz. Milyen jó, amikor nem azért kell platot szerez, hogy megszerez valamilyen karakternek a prime változatát mondjuk, mert neked van egy Voltod, tökéletesen ki vagy vele minden küldetésen, és szerzel platot arra, hogy fölépítsd gyakorlatilag a Warframe-nek a helyet, a fegyvereidnek a helyet, és gyakorlatilag egy ilyen szemszögből a Volt az a budget karakter, az a gazdaságos karakter, mivel nem kell sokat törődni, de mégis nagyon hálás, hogyha megadod neki a megfelelő modokat, nem kell leformázni. Ez a nyitja. Nem hiába került a Volt a kezdő karakterek közé, azért, mert ezt lehet vele elérni. Minden a másik két karakter is el lehet ezt érni, de a Volt a kettő közül az, amit level 1-től, vagyis Master Rank 1-től, Master Rank 23-ig ugyanolyan szinten használhatsz, forma nélkül, semmi nélkül.
mert egyszerűen megfelel arra. Tehát, hogyha úgy jutnál el Mastery Rank 23-ig, hogy neked nincsen se formát, se semmi, de semmi ízé, de a volt végig tud kísérni. Mert később, mikor sortizni mész, később, amikor minden, bárhova mész, ami nehezebb szint, mint level 40, a volt helyt fog állni neked. Ezért különleges. Egy kis odafigyeléssel, játék közben, skill-lel, már pedig aki volttal kezd el játszani, az kifejleszt egy igen jó mozgás kultúrát és skillt ebben a játékban, és ezt tudja nyújtani. Nos, de tovább nem is húzom az agyatokat, ezeket a modolásokat találtam ki rá, fogadjátok szeretettel. Rátérve voltak a modolására, lehet, hogy egy kicsit szokatlan lesz, azt hiszem, vagy szokatlan agymenet, mint amit megszoktatok többnyire a volt modolásoknál, vagy minket csinálnak. No, de hát ez van, ez az én játékstílus, amit így csinálom. Kíváncsi vagyok, hogy igazából nektek esetleg hogy válhat be ez a modolás. Nos, van egy tömegszabályozós modolás, és amit látjátok, sokokkal ellentétben nem max range-en dolgozom, csak 200%-os range-en. Úgy gondolom, hogy voltnak ez elég, azért mert hogy 41 méteres range-en dolgozik az ulti, értitek? 41 méter, a Warframe-ben a sok, tehát az tényleg sokra, sok szám, tehát majdnem az Affinity 50 méteres Affinity range, szóval 40 méteren dolgoztatni, tehát a tömeg szabályozni gyakorlatilag nagyon jó. Amire ügyeltem, hogy legyen egy kis erő, egy pici effektivitás, mert hogy véletlenül se fussunk bele abba, hogy netán kifut az energiánk, ugye, ha már ott vagyunk a 850 energy, nagy véletlenül kifusson. Egy kis effektivitás legyen, ne kerüljön azért olyan sokba az az ulti, de alapvetően egy tömegszabályozós dologról van szó. Ahova mondjuk kell egy, nem is tudom, elmész egy Hierakon Pluto, egy Excavation például, bárhova, egy ilyen Infested Excavation, vagy egy bármilyen Excavation, ahol tudod, hogy kell tömeget szabályozni, mert már sokan jönnek, és a Frost is kiillódik, mindenki kiillódik, akkor ez odavaló. Odavaló, hogy egy csapatod legyen, aki így vigyáz rád, be tudsz bújni a Frost bubionál, esetleg ugye el tudsz menekülni, stb., és itt le tudod szabályozni a tömeget, és Zenurikkal igazából fenntartható az egész történet, és hát egy kis vitality, hogy kibírja azt az egy-két lövést. Nos, és ez srácok, tehát tudom, sokan beleraknak nem tudom hány formát a voltba, általában olyan négyet szoktak, ez egy nulla formás build, és a volt még kurva jó build, tehát nincs vele gond, és ez is az a karakter, amit így kiszedünk és nézzük a salokba, pedig amint látjátok, az az igazi erős, úgymond az az igazi erős karakter, amit ki lehet hozni nulla formából, egy olyan buildet, amivel el lehet menni jó sokáig, szóval csapat szinten ezt ajánlom, inkább tömegszabályozás legyél, ha csapattal mész, inkább tömegszabályozás legyél, mint egy ilyen erő volt gyakorlatilag, és sokkal több hasznát veszik a csapatot, sokkal több hasznát veszed te is a karakternek, hogy amikor csapatba mész, és tömegszabályozásra van szükség, és neked csak egy voltod van, akkor sokkal jobb hasznát veszed, hogyha ilyesmit csinálsz, mint hogy erőre kigyúrd az egészet. A következő buildem az ugye egy szintén egy nulla formás solo survivor build, mondhatni. Amint látjátok, időre fókuszáltam, mert ugye a hármas képességére, a shieldre nagyon sokat helyezek, némi effektivitás, mert kurvára sok energia van amúgy is, és amit kiemelnék, a Rage Redirection Vitality combo, ami úgy gondolom, hogy nagyon kell a voltnak, hogy a solo survivorról van szó, és még amit látjátok, még a Vigor is benne van. Erre későbbiekben majd rájön a Prime Vigor, a Vigor helyett, mert azt vettem észre, hogy a voltnak az egyetlen kincse, hogy úgy mondjam, védekezésnél az ugye a shield. 178 idő megfelelő, Rage Redirection Vitality, hogyha netán véletlenül hátulról eltalálnának, hogy legalább azt a valamit kibírd, és folyton legyen energiát, tehát kibír azt a lövést, ami hátulról jön, folyton legyen energiád a Rage miatt, de a Vigor Vitality Redirection és ez a 100 armor, az úgy megteszik a hatását az irányába, hogy kibírd azokat a súlyosabb lövéseket, és esetlegesen rögtön megfordulj, lerak magad mögé egy shieldet, hogyha arról van szó. Szóval erre van kitalálva, és így ezáltal esetleg a quick thinkinget ki lehet mellőzni a buildből. Ezt találtam ki nulla formával, teljesen baráti kezdő
megközelítés, azt hiszem, a dolgoknak, legyen Primate Quantitative, vagy Primate Float, vagy ne legyen, tök mindegy, egy teljesen baráti és kezdő megközelítése arra, hogy egy voltból egy igazi túlélő erős karaktert lehessen csinálni, és tényleg javaslom azoknak, akik kezdőek, ezt a példát. Tehát én azóta nem módosítottam gyakorlatilag rajta, éppen hogy csak egy keveset, hogy így megmaradjak ebben a nulla formában, és a voltot nyugodtan vigyem akárhová. De számomra az egyik favorit az a tömegszabályozós volt, mert egyszerűen nagyon jól lehet vele a dolgokat kezelni, főleg csapat szinten. Az utolsó az egy teljesen általános erőbuild, hogy mondjam, capture build, tehát mondjuk így futni tud, push forest build, tehát ilyen semmi extra, van idő és van erő tömkelegével, némi range, hogy a társak is megkapják azt a speedet, ennyi, semmi extra speed, runokra futtató volt nulla formával. Tehát a Volt ez egy elképesztően hálás karakter, egy nagyon erős karakter tud lenni. Főleg azért, mert egy kezdő szinten, aki Voltot választ, megúszza a formázást. Értitek? Tehát aki Excaliburt választ, az esni kelni fog vele, addig, ameddig bele nem rakja az öt formát és a megfelelő modokat. Aki Voltot választ, az kiröhögi, mert hogy Master Rank 23-on és ugyanazzal a modolással a Volt meg fog felelni. Az Excalibur nem, a meg nem, ők meg fognak feküdni, de a Volt, aki lehet hozni. Ennyit van, srácok, remélem tetszett a videó, ha igen, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és a következő videóig sziasztok!